Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mostani szerda esti élő videóadásban. Sziasztok! Nevem Halász Alexandra, és két hetenként jelentkezem egy bőfél, esetleg háromnegyed órás élőadással. Mostaninak a címe az a stressz három forrása. Erről azért szeretnék beszélni, mert úgy gondolom, hogy a stressz egy olyan téma, ami mindannyiunkat érint. Azt hiszem, nem kell senkinek bemutatni, hogy mi az, hogy stressz. De azért röviden annyit erről, hogy ez nem más, mint a szervezetünknek, tehát a testünknek és az elménknek az a készenléti állapota, ami felkészít a veszélyeknek az elhárítására, úgy mondják, hogy üs vagy fuss, ilyen reflex, üs vagy fuss készültség. Tehát azt mutatja meg, hogy mennyire tudunk éberek lenni és harcra készek lenni. Na most az ősembernek még egyszerű dolga volt, mivel hogy jött a kardfogó tigris, akkor tényleg ezt e között a kettő között választhatott, ütött vagy futott. Ugye? Megküzdött a tigrisen, vagy pedig elmenekült előle. Most egy mai embernél ugyanez, bejön az ajtódon, már nem a kardfogó tigris, hanem a kardfogó apek ellenőr, vagy a főnököd, vagy az utálatos rokonod, vagy bárki más egyéb. Hát nem lehet leütni sajnos, szeretnénk ugyan, de nem lehet, mert a törvény bünteti. Elfutni sem lehet előle. Tehát a stressz az így belénk szorul. A modern ember életének az átka a stressz. Na most nagyon-nagyon egyszerűen szeretnék beszélni, és gyakorlatilag, és jó néhány tippet adni, hogy hogyan tudunk a stresszekkel megküzdeni. Három oka van a modern ember életében a stressznek: a tér, az idő és az emberi kapcsolatok. Csak ennyi. Tér, idő és emberi kapcsolatok. Ha megnézzük, mondjuk akár csak a nagyapámnak az életét, nem élt olyan régen, a nagyapám életében jellemző volt, hogy reggeltől estig dolgozott. Tehát tényleg napkeltétől napnyugtáig kint volt a mezőn, vagy a boltjában, vagy az állataival is, rengeteget dolgozott. Tehát több embernyi munkakört betöltött. Volt közben már háború is, meg mindenféle nehézség, amit csak el tudtok képzelni, hadifogság, 56, stb. Ennek ellenére nem lehet azt mondani rá, hogy egy nagyon stresszes ember lett volna, kicsit sem volt az. Volt az életében tér, ugye? Tehát kiment a mezőre, és ott volt körülötte tér. És ha valakinek nem akarta közelébe menni, akkor nem ment a közelébe. Volt az életében idő is, ugyanúgy napi 24 órája volt a régieknek, mint a maiaknak, tehát félreértés ne esik, nem arról van szó, hogy a régieknek több ideje volt, nem volt több ideje, ugyanúgy 24 órája volt, hanem mi volt kevesebb, egyszerre elvégzendő feladata. Tehát nem kellett neki egyszerre 8 dolgot csinálnia, mint a modern embernek, hogy szól a telefon, pittyeg az e-mail, bejön a főnök, szól a kollega, amit ugye modern embernek 600 féle dologra kell figyelni, hanem egyszerre mondjuk figyelt a szántásra, vagy egyszerre figyelt a malacokra, nem kellett 100 dolgot csinálnia egyszerre. Be tudta osztani a dolgokat egy szépen egymás után, és reggeltől estig elvégezte a feladatait. Volt ideje? Igen, ugyanannyi, mint nekünk, csak nem volt rástresszelve, mert mindennek meg volt a helye. És végül az emberi kapcsolatok. Megnézzük, akkor egy régi embernek, vagy akár még egy mai kisebb településen élőnek is, kevesebb, látszólag kevesebb emberi kapcsolata van, de azok jobb minőségűek, hiszen napi szinten találkozik velük, élő kommunikáció van. Szemben a mai modern városi emberrel, aki lehet, hogy 328 ezer ismerősöd van a Facebookon, de milyen szintű ismerettségek ezek? Lehet, hogy soha életedben nem láttad az illetőt. És az ilyen Facebook ismerőseidnek a 99%-a semmi másra nem jó, mint hogy időnként felbosszantson, vagy az idegeidre menjen, vagy elkezdjen vitatkozni, vagy okosságokat megosztani, vagy bármi más. Szóval nem olyan minőségűek ezek a kapcsolatok, mint amilyen a régi emberek kapcsolata rendszere volt, akik lehet, hogy 15-en éltek egy kis településen, de azok egymásra voltak utalva, tehát kételenek voltak többé-kevésbé együttműködni, és ezért számíthattak is egymásra. Szóval ma már látszólag több terünk van, hiszen utazhatunk, ugye? Elvileg, jó, most karantén meg egyebek, de egyébként felülhetünk egy repülőre, felülhetünk egy vonatra, és elmehetünk Amerikába, ugye ez? Szüleink generációjának még nem adatott meg, ugye évente, vagy 3 évente mehettek egyszer külföldre, ugye milyen óriási dolog volt a világútlevél. Szóval azt hiszük, hogy a mai embernek több a tere. De igazából nem több, hiszen nézd meg a városban, hogy milyen kis terekben vannak összezsúfolva az emberek, milyen picik a lakások, ugye egyre drágábbak, mennyire picik az irodák, mennyire zsúfolt az életünk. Azt hiszük, hogy a mai embernek több ideje van, hiszen csomó mindent gépek végeznek. Ugye már nem kell kézzel mosni ott a mosógép. Nem kell feltétlenül dagasztani, kell eszteni a kenyeret, meg tudod venni a boltban. Ugye kivéve persze a karanténpékeket, akik erre teljesen rákattantak, és azóta házi kenyeret sütnek, ők a megmondható, hogy mennyi melóval jár egy darab kenyér elkészítése. Szóval látszólag több az időnk, mert a gépek a munka egy részét elvégzi, de mégsem több az időnk, ha megnézitek. Mégis sokkal idegesebbek, zsúfoltabbak,
feladatokkal túlterheltebbek vagyunk. És végül nézd meg az emberi kapcsolatokat. Látszólag a modern embernek több az emberi kapcsolata, valójában nem több. Nagyon sok a magányos ember, a városiak között különösen, nincsenek minőségi emberi kapcsolatok, és lehet, hogyha tényleg 5000 ismerősöd van a Facebookon, de azért gondold meg, hogy hány látogatna meg ezek közül élőben a kórházban. Vagy bajba kerülnél, akkor hányan jönnének konkrétan segíteni. Jó esetben 5 vagy 10 lenne összesen, és ez már egy jó eset. Szóval látszólag több az időnk, a terünk és az emberi kapcsolatunk, valójában nem több, sőt kevesebb. Úgyhogy a Stressz 3 forrása című kis előadásban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudunk visszatalálni a békésebb, lelkileg harmonikusabb, egy kicsit stresszmentesebb élethez, hogyha tanulunk a régiektől, és egy picit rendet teszünk az életünkben. A rend ugyanis a kontrollnak is a forrása, tehát ami rendben van, azt ellenőrzés alatt tudod tartani. Ezzel szemben áll a káosz, ami maga a stressz. Tehát amikor mondjuk nem teszed helyre a holmit, és persze egy richtig az kell, amit nem került a helyére, mekkora a stressz, hogy az ember ilyen őrülten keresi. Például klasszikus dolog utazás előtt az útlevél, ugye? Ez előbb még megvolt, itt volt az asztalon, és indulás előtt egyszer csak hús, manók elvitték az útlevelet, vagy a lakáskulcsot, tök gyakori. Vagy pont nagyon fontos helyre mész, és belejted a kocsi kulcsot a csatornába, mondjuk ez is egy nagy klasszikus, és akkor ott kell felfeszegetni a csatorna fedelet, és hát indul a pöcepeca. Ugye, vagy esküvő előtt mi szokott elveszni? A jegygyűrű. Tehát ezek ilyen nagyon nagy klasszikusok, ugye a káosznak a forrása, hogyha a dolgok nincsenek rendben. A téridő és emberi kapcsolatok, nézzük néhány tippet a térről. Hogyan tudnánk a teret jobban, hülye szó, de kontrollálni, tehát valahogy az ellenőrzésünk alá vonni. Én mind a három témához, a téridő emberi kapcsolatok témához is 7 tippet fogalmaztam meg. Manapság divatos ilyen cikkeket írni, hogy a meggazdagodás 7 titka, vagy a 7 legfontosabb dolog, amit tudnod kell a pamparomról, úgyhogy úsztam az árral, és itt is mind a három dologhoz 7 tippet fogalmaztam meg. Térhez az egyik tipp az, hogy a tér okozta stressz az csökkenthető. Ez azt jelenti, hogy tégy rendet. Elég sokan követik az én Feng Shui spot sorozataimat, előadásaimat, nagyon sokan szeretik, és nagyon sok köszönőlevelet is kapok, hogy mióta ezt meg azt meg amaszt megcsinálták, otthon azóta mennyi minden változott az életükben előnyére. Így csökken a stressz, akkor nő az energiaszint. Ha nő az energiaszint, akkor több lehetőséged lesz. Ilyen egyszerű. Tehát érdemes csökkenteni a stressz szintet, mert napi szinten rabolja az élet energiádat. Kínáljuk, hogy eredendő csídet. Szóval érdemes otthon rendet tartani. A rend nem azonos a nagy takarítással. Fontos különbség. Legyen egy lakótérben, vagy akár egy minket körülvevő térben rend. Az egyik irányelv az, hogy legyen a területünk áttekinthető. Az áttekinthető az azt jelenti, hogy tudom, hogy mi hol van, te ránézek, és ott van. Tehát például, ha dobozokban tartod a holmiaidat, nekem is egyébként nagyon sok holmim dobozban van, mert pici a lakásom, és egyszerűen így fér el. Na írd rá, hogy melyik dobozban mi van. Mert lehet, hogy egy napig tudod, de hogy 2 hónap múlva már nem fogsz rá emlékezni, hogy mi van az ágy alá besuvasztott dobozodban, az szinte biztos. Tehát feliratozd őket. Legyenek a dolgok a helyükre téve, gyógyszerek egy helyen, evőeszközök, melyik a megfelelő fakjában. És az összes többi dolognak legyen meg a helye, könyvek a polcon, ugye? Nagy klasszikus, amikor az ember keresi a könyveit. Szóval legyen valami szisztémát, hogy mit hogyan tárolsz, és tényleg tedd is oda, mert amikor kell és keresed, akkor csak oda kelljen nyúlni érte. Én 20 évig dolgoztam egy múzeumban, ami azt jelenti, hogy brutál sokat leltároztam életemben. Egy olyan múzeumban, ahol több 100 000 gyűjteményi tárgyat kellett egészen pontosan tárolni, tehát rögtön kellett tudnom, hogy a 100 000 apró tárgyból melyik hol van, melyik fiókban. Ugye ennek van nyilvántartása, ezt vezetni kellett, gyarapódási napló, stb. És én egyébként tök büszke vagyok, hogy több 100 000 darab közül bármelyiket kérték volna, akkor én egy percen belül azt megmutatom, hogy hol van. Tehát én nekem ez egy ilyen dilim, tehát én szeretem a dolgokat helyre tenni, és azért egy átlag háztartásban azért nincs 100 000 apró tárgy, muzális tétel. Jó, hát kivéve lehet, hogy nálad igen, ezt nem tudom. Tehát érdemes, hogy a dolgoknak legyen helye, és ott legyenek, tehát áttekinthető legyen. Aztán a második irányelv, hogy tényleg rögtön tett helyre a dolgokat. Tehát ahogy hazaérsz, ez egy apró trükk, ne az legyen, hogy ledobod a táskát, kabátot, mi egyebet, és mit tudom én, elmész Facebookozni, egy cicás videót nézni, hanem az, hogy ahogy hazaérsz, rögtön tedd a dolgokat a helyükre. Ez egy apró trükk, de hogyha eltrehánykodod a dolgot, akkor ne lepődj meg, hogy másnap reggel az a dolog nincs ott. Érdemes rögtön ezzel kezdeni, hogy hazamész, és elpakolod mindent, ahova kell.
Aztán a harmadik irányelv, stresszcsökkentő otthon, hogy legyen tartalék. Elképesztően stresszes dolog, amikor kifogysz valamiből úgy, hogy nem vett észre, hogy már kifogytál. Tehát mondjuk pont főznél, és kiderül, hogy pont mondjuk nincs tojás, pont nincs az a fűszer, pont nincs az a bármi, ami éppen kéne. És ilyenkor jön az, hogy vagy az ember újra tervezi, és valami más kaját próbál főzni, nagy magyar kreativitás, sokan így csinálják. Vagy pedig a B-terv, hogy rohanunk fejvesztve a boltba beszerezni, vagy esetleg tarhálni a szomszédtól. Egyik sem az igazi, mind a három megoldás eléggé stresszes, tehát legyen otthon tartalék. Nem azt mondom, hogy spájzoljál, hanem azt, hogy villanykörtéből, gyógyszerből, ilyen alapvető dolgokból legyen otthon egy-kettő pluszban. Nem több, de ennyi legyen. Egyszerűen megnyugtató érzés, hogyha hirtelen kell, akkor ott van kéznél, kicserélem, betekerem, kibontom és van. Vannak emberek, akik szerintem stresszfüggők, és őket onnan lehet felismerni, hogy a budipapírt azt így az utolsó centig kihasználják. Tehát nem az van, hogy amikor fogytán van a WC papír, akkor elmegy a boltba és vesz egy adaggal, hanem az utolsó tekercs, utolsó centijeig feszíti a húrt, és csak akkor vesz újat. Sőt, az igazán feketőves versenyző a végén már letekeri a kartont is. Tehát mindenfélét láttam már ebből. Másik véglet sem jó, amikor plafontól a padlóig, fősliktól ott van 682 000 tekercs WC papír, itt ugye a karantén idők megmutatták, hogy valamiért a WC papír az egy különösen neuralgikus pont itt hazánkban. Szóval, de néhány tekercs tartalék, az legyen otthon. És minden más egyébből is, ami szokott kelleni, legyen otthon tartalék. Legyen otthon tartalék fejfájás csillapító, láz csillapító, vagy bármi efféle, ami akármikor kellhet. Ugyancsak stresszcsökkentő az, hogyha bármilyen váratlan veszély elhárítására felkészülsz, tehát nálam például van kézitűzoltó készülék itt a konyhában. Barátnőm mesélt róla, idősebb barátnőm, hogy egy kábeltűz tört ki a lakásában, tehát abszolút nem tehetett róla, egyszerűen zárlatos vezeték miatt lángra lobbant a villanyóra szekrénye. És mennyire jó, hogy volt otthon egy poroltója, mert rögtön el tudta oltani, és a lakása az nem vált a lángok martalékává. Hát én úgy rám hozta a frászt, hogy én el is mentem a munkavédelmi boltba, és vettem egy ilyen kis 2 kilós palackot, lehet kapni, tehát semmi gond nincs, ezzel nem is drága. De mennyire jó jött a múlt héten, amikor kigyulladt a meleg szendvics sütőm. Apropó, a növényi eredetű sajttal vigyázatok, nagyon jól ég. Tehát nem ráolvad a melegszendóra, mint a rendes sajt, hanem hajlamos tüzet fogni. Szóval mennyire jó, hogy volt otthon poroltom. Ugyan nem kellett használnom, mert el tudtam oltani a lángoló szendvicseket enélkül is, ilyen klassz arasznyi lángokkal égett az egész. De ott volt a tudatnak nagyon fontos, tehát stressz csökkentő, hogy tudod, hogy fel vagy készülve a veszélyre. És ez nem azt jelenti, hogy bevonzod a veszélyt, mert ami negatívan gondolkodsz, hanem egyszerűen az, hogy reális vagyis fölkészülsz, nem vagy védtelen, amennyiben nehogy Isten bekövetkezne. Tehát legyen otthon tartalékod, reméld a legjobbat, készülj a legrosszabbra. És ez pont, hogy pozitív gondolkodás. Ez egyébként egy amerikai katonai jelszó, de nagyon sok szempontból igaza van. A régi rómaiak úgy mondták, hogy civis pacem parabellum. Tehát mindenből legyen tartalék. A negyedik stresszcsökkentő tényező otthon az, hogy működjenek a dolgaid. Tehát ne legyen az a kicsit a torka véres jellegű műszaki felkészültség. Tehát nagyon jó ez a csaptelep, de csöpög. Például. Vagy nagyon ez a fűtés, hát igen, most fűtés szezon van, nem tudom hányan figyeltétek meg, most október van, bejöttek ezek a hűvösebb éjszakák, és én egy ilyen társasházban lakom, ahol vékonyak a falak, tehát nagyon jól lehet hallani, és pontosan hallom, hogy az emberek próbálják bekapcsolni a konvektort, ugye, mert ez így csattog, és ezt lehet hallani. És richtig most próbálja bekapcsolni, amikor jön a hideg. Nem 2 hete, amikor még esetleg lehetett volna szerelőt találni, nem, most, mindenki egyszerre. Mert most van hideg. Tehát aztán lehet majd, hogy 2 hónapos várólistád van a szerelőre, ha esetleg nem sikerült bekapcsolnod. Szóval érted, mire gondolok, hogy a dolgaid működjenek, legyenek működőképesek. Ne legyenek már ilyen bizonytalan, hát amíg jó lesz az úgy, jó lesz az úgy, de bármikor bekrepálhat, és akkor persze szaladgálhatok fejvesztve új cirkó, vagy új boiler, vagy új bármi után. Műszaki állapot fontos, karbantartás nagyon fontos, stresszcsökkentő hatása van. Aztán a 5. irányelv, ne legyenek otthon félbehagyott dolgok. Félbehagyott dolgok hatalmas stresszforrást jelentenek. Mikre gondolok a félbehagyott dolog kategóriában? Hú, de sok like jött hirtelen, lehet, hogy ez sokaknak ismerős. Vannak emberek, akik egyszerűen mindent is félbehagynak, például az építkezést. Soha nem fejezik be. Ott van a ház, be is van vakolva, de az ablakkeretek nincsenek lefestve. Láttam már ilyet. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, már csak az erkély korlátot kéne felcsavarozni, 2 órányi munka lenne, de ez a 2 órányi munka, ez 10 éve nem tud megtörténni. De hogy ne ilyen nagy szabásút mondjak, ott van 1 millió félig megvart ruha, már csak a gombokat kéne felvarni.
Ugye? Vagy épp, hogy csak az utolsó ültéseket kéne rajta megejteni, és az utolsó ültések soha nem történnek meg. Ott van egy csomó félbehagyott dolog. A félbehagyott dolgok olyanok, mintha szakadások lennének az életedben, nincs elvarva a szál, szó szerint is sokszor, hiszen szökik rajta az életenergiánk, rengeteg figyelem szálat lekötnek ezek, és a puszta létükkel lelkiismeret furdalást keltenek, hogy hello, itt vagyok, fejezzél be. Nem jó, lelkiismeret furdalást kelt, fejezd be, te zárd le a dolgaidat, és az a lelki dolgokra is vonatkozik. Ez a következő irányelv, ez már a hatodik, hogy a veszélyes dolgokat próbáljuk meg kiiktatni az életünkből. Mikre gondolok veszélyes dolgokra címszó alatt? Például a falból kilógó csupasz drótok. Ugye? Tehát az ilyen be nem fejezett ilyen konnektor végek és lámpa kiállások, ahol csupasz drótika egy kilóg. Múlt héten voltam egy nagyon-nagyon szép, modern budai hegyvidéki házat megnézni, és ott a csengő helyén lógta ki a drótok a kapu. Nem mindenki, nem félfa, mert ez kőből volt. De szóval, hogy nem lehetett megnyomni a csengőt, nem volt csengő, és akkor kérdeztem az ott élőt, ugye föltelefonáltam neki, a telefonszáma megvolt, hogy te egyébként miért nincs csengőd? Jaj, hát nincsen csengőm, tényleg? Hát aki ismer, az úgyis telefonon cseng. De mióta laktok itt? Hát 15 éve. Szóval 15 éve lóg ki a drót az ajtóm. Na, ez igen. Egyébként utána belül szétnéztem a lakásban, és még millió helyen lógtak ki a drótok, tehát ilyen befejezetlen elektromos cuccok voltak mindenfelé. Most hozom, hogy veszélyes, tehát érintésvédelmi szempontból ez egy rizikós dolog, mert tényleg megrázhat. Emellett még ott van az a jelképes veszély is, hogy ugye a drót az a idegrendszerünknek a jelképe. Lakáson belül az elektromos hálózat az a mi idegrendszerünkön analóg, és hogyha kilógnak az idegeink, tehát kilógnak a drótok, akkor lehet sejteni, hogy ez mire utal az illető életében. Szóval tényleg kivannak az idegei, kilógnak az idegei. Ilyenkor legalább egy ilyen kábel sapkával így lezárni, az sokat segíthet. Szóval ne legyenek veszélyes dolgok. Veszélyes dolog az ilyen őskori szekrény, ami 8 tonna, és így dől kifelé. Vagy az a fiók, amit nem szabad teljesen kihúzni, mert ha kihúzod, akkor kiesik, és ráesik a lábadra. Ugye? Ismerős dolgok ezek mind veszélyesek. Tehát mindaz, amire mondjuk lenne egy vendéged, és fölhívnád a figyelmet, hogy te figyelj, a lépcsőnek a közepére lépjél, mert ha a szélére lépsz, akkor lehet, hogy letörik az egész fa lépcső. Vagy figyelj, ne támaszkodj neki az erkélykorlátnak, mert csak két csavar tartja. Szóval bármi ilyesmi van otthon, ezeket fixál, tehát tedd biztonságosra. Ezek mind konkrét példák, amiket mondok, tehát nem a levegőből szedtem, hanem ezek tényleg létezőek. Tehát legyen már a lakásod biztonságos. Ez stressz csökkentő. Éles szegélyek, ugye, ahol kisgyerek van, és így tovább. Ezek mind csúszós szőnyegek, ezek mind veszélyforrások. És végül a hetedik irányelv, hogy hogyan tudod a lakóteredet stresszmentessé tenni, az az, hogy legyen kuckód. Legyen egy kis menedéked. Ez lehet egy fotel, lehet egy sarok, lehet egy kis zug, ahová a világ nyüzsgései elől vissza tudsz vonulni egy forró csoki és egy könyv társaságában. Nem véletlen volt a régi angoloknál a könyvtárszoba. Ugye, ma nem nagyon tehetjük meg, hogy saját könyvtárszobánk legyen, de egy kis sarkó az lehet. Egy apró pici kis zug, ahová vissza tudunk vonulni, és akkor egy pár perc az embert leül, ülepszik, megpihen, jól érzi magát, töltődik, szóval ennyi legyen. Nagyon fontos. A Én és ők című könyvet, a Brunel Gasperini könyvét szerintem sokan olvastátok. Aki nem, annak nagyon-nagyon ajánlom, mert egy tüneményes, ilyen igazi olasz család. És itt is az írónőnek az emeleten van egy kis kuckója, ahová elvonul, úgyhogy az Aventinus. Oda elvonul, és akkor békén van hagyva, és akkor ott alkot. Szóval legyen neked is már egy ilyen kis zugod, akár az alkotásra, akár a pihenésre, akár az olvasgatásra. Egy menedéked. A menedékhez való jog, az asylum jog, az már a középkori jogrendben benne volt. Szóval neked is legyen, igenis jogod van a békéhez. Szóval legyen egy kis kuckód, és tudja már a család, hogy ha te ott vagy, akkor békén kell hagyni. Olyan, mint ha ki lenne rakva rád a ne zavarjanak tábla. Nem könnyű, de megéri. Na nézzünk néhány dolgot az időre vonatkoztatva. Tedd rendbe az idődet. Az idő a másik óriási stresszforrás, ugyanis általában az szokott lenni, hogy túl kevés időbe túl sok feladatot pakolunk bele, vagy hagyjuk, hogy mások belepakolják. Ez szokott lenni a gyakoribb. Ugye először is érdemes prioritásokat felállítani a feladataid terén, mégpedig olyan szempontból, hogy vannak sürgős és fontos dolgok, sürgős, de nem fontos dolgok, fontos, de nem sürgős dolgok, és olyan dolgok, amik se nem fontosak, se nem sürgősek. Ugye? Tehát érdemes így sorba rakni ezzel a szemléletmóddal a feladataidat, és kezdeni a sürgős fontossal. És a nem sürgős, nem fontos lehet a végére tenni. A cicás videó megnézése az valószínűleg a nem sürgős, nem fontos kategória. Jó? Tehát érdemes a
tényleg a sürgős fontossal kezelni, mert túl vagy rajta, hatalmas megkönnyebbülés. Lehet, hogy a sürgős fontos az anya, hogy fölhívni a fogorvost időpontért. Ugye? Az embereknek a stresszei nagyon sokszor abból származnak, hogy rosszul állítják fel a fontossági sorrendeket. És nem a sürgős fontossal foglalkoznak, hanem minden mással, és utána a sürgős fontosra pont nem marad idejük, meg energiájuk. És akkor bekövetkezik az, amit legtöbben ismertek, amit úgy hívnak, hogy halogatás. És a halogatásnak az önsorsrontó változata. Mert az a look az nem fog magától benőni. Például. Ez nem lesz jobb. Intézkedni kell. Szóval állíts fel fontossági sorrendeket, aztán a kettes irányelv, hogy hogyan tedd az idődet stresszmentessé, érdemes megfigyelni, hogy mire mennyi időt fordítasz. Én egyéni vállalkozóként azt vettem észre, hogy hajlamos vagyok még este 10-kor is videót vágni. Hát igen. De elkezdtem stopperral lemérni, hogy mivel mennyi időt foglalkozom. És ebből mennyi az, amivel effektív pénzt is keresek, mennyi az, ami ilyen kikapcsolódás, egy nagyon meglepő dolgok derültek ki. Szóval nektek is javaslom, hogy egyszerűen figyeljétek meg. Ez ugyanaz, mint az étkezéskor a táplálkozási napló. Tehát figyeld meg, hogy mennyi időt szánsz a dolgokra, mert ki fog derülni, hogy egy csomó mindenre időpazarlást szánunk. Tehát nem biztos, hogy kell 2 óra hosszat csacsogni egy barátnővel, ugyanazokat a panaszait újra és újra meghallgatni. Szóval lehet, hogy a te időd egyszerűen ennél értékesebb. Nem biztos, hogy hosszú órákat kell eltölteni közösségi médiába való klikkelgetésekkel. Lehet, hogy le kéne limitálnod a közösségi oldalakon való tartózkodást, mondjuk napi 10 percre, 5 percre, napi idegrohamhoz egyébként ennyi pont elég, ha amennyiben stresszfüggő volna. Szóval lehet, hogy nem kéne szombat délelőtt menni vásárolni, amikor a legtöbben vannak, és a sorban állással a legtöbb időd elmegy, amúgy is elég idegesítő. És így tovább, tehát érdemes megnézni, hogy hogyan tudod az idődet egyszer jobban beosztani. Mert ugyanúgy 24 órád van, mint bárki másnak. És ez mindenkinek ennyi van. Ez elég igazságos. Hát ennyi jutott. Naponta 24 óra. Akkor nincs időd, ha a feladataiddal túlzsúfoltad. És általában akkor zsúfoljuk túl, ha nem tudjuk, hogy mi a fontos. Szóval érdemes ezt megnézni. Aztán a harmadik, ilyen stresszcsökkentő tipp az idővel kapcsolatban, ez így szól, az időpénz. Ezzel nem mondtam semmi újat. Nagyon jellemző, hogy azok pazarolják az idejüket, akik a pénzzel sem tudnak okvetlenül jól bánni. Akik az idejükkel fukarok, azok talán a pénzükkel is azok lesznek, akik az idejükkel tékozlóan bánnak, azok a pénzzel is. Tehát lehet, hogy lesz egy ilyen összefüggés, hogyha megfigyeled. Általában a vállalkozóknak mondják, hogy a legnagyobb anyagi veszteség az nem az, amit effektív vesztesz, hanem az, amit nem keresel meg. Az a legtöbb pénz, és miért nem keresed meg? Mert valami más csináltál helyette, ugye? Szóval az idő az tényleg pénz, és a figyelmed egy érték, nem mindegy, mire fordítod a figyelmedet. A következő irányelv az így néz ki, hogy lehet, hogy a feladataid egy részét hagyni kéne a fenébe, nem is a tiéd, nem is kéne megoldani. Itt van például a már sokat említett nagy takarítás. Nem kell folyton takarítani. És főleg karácsonykor, ami amúgy is egy idegesítő, stresszes időszak, még a tetejében telenyomom takarítással is, meg vendégeskedéssel, plusz stresszekkel, és akkor persze, hogy januárban mindenki belebetegszik. Tehát, mert akkor már ki vagyunk. És a betegség egy legális pihenőidő. Tehát egy csomó ilyen kényszeres dolgot nyugodtan le lehet tenni, mert baromira nem fontos. Tehát lehet tanulni az olaszoktól. Dolce vita, lazán lehet venni a dolgokat. Nem biztos, hogy egy családban a gyerekeknek egy tökéletes anyára van szükségük, lehet, hogy sokkal többre mennek egy nem tökéletes, de boldog és kipihent anyával. Szóval nézd meg, hogy lehet, hogy a feladataid egy részét el se kell végezni. Vagy, ez következő, lehet, hogy nem neked kell elvégezni. Senkinek nem esik le az aranygyűrű az ujjáról, ha beszáll a háztartásba. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a kisfiam, te csak tanuljál, akkor nem biztos, hogy ez egy jó ötlet. Egyáltalán nem baj, hogyha a gyerekek megtanulnak takarítani, főzni, zoktit pároztatni és hasonlók, mert igenis hasznát fogják venni az életben, valószínűleg sokkal több hasznát, mint a Pitagorasz tételnek. Tehát igenis érdemes őket bevonni a háztartásba, te is jobban jársz meg ők is. Eleinte kell hozzá türelem, a pici gyerek még nagyon lelkesen jön. Az ott sertepertél a konyhában, ott nyüzsög, segíteni akar, főzni akar, utánozza a felnőttek dolgait. Ha ilyenkor folyton visszazavarjuk, mert láb alatt van, megy a szobádba játszani, stb., idő után már nem fog előjönni. És aztán kamaszkorban meg jön a kiakadás, hogy nem segít semmit itthon. Hát persze, mert leszoktattuk róla. Szerencsétlen próbált volna, csak sose hagytuk. És akkor már nehéz egy kamasz már átnevelni, tehát az már gyakorlatilag a lehetetlen küldetés. Tehát igenis hagyjuk a gyereket segíteni, nagyon-nagyon örömmel fogja megtenni. És nagyon cukik, tényleg annyira aranyosak. Tehát megéri azt, hogy pici plusz figyelmet kapjon, mert örömmel teszi. És tényleg a háztartás az annyi ember feladata, ahányan abban élnek.
És nem azért, mert mit tudom én, férfinő egyenlóság, nem akarom belekeverni ebbe ezt a gender szöveget, de ahányan ott laknak, annyian laknak ott, annyi embernek a feladata azt működtetni. Tehát nem az, hogy csak egy valaki csinálja az egészet. Tehát ez nem helyes. Tényleg nem. Na nézzük. Tehát egy közös munka, ez egy koprodukció. Háztartás. Nézzük a következőt, ez már a hatodik. Kínos kérdés. Mennyi időt szánsz magadra? Nagyon sokan vannak, akik mindenkire képesek időt szánni, összes barátnőt meghallgatják, mindenki lelki nyűgét megpróbálják kezelni, minden problémát megpróbálnak megoldani, ami nem a sajátjuk, és a saját dolgaik a legvégére maradnak a listán. És általában már le is maradnak onnan, hiszen tényleg csak 24 óra nap. Tehát nem biztos, hogy megéri önkéntes Teréz anyunak lenni, és a világ gondját, baját magadra venni, mert pont a végén te maradsz le a sorból, pont a végén önmagadra nem marad időd, már pedig adni is csak abból lehet, ami van. És ha nem adsz időt a feltöltődésedre, a saját lelki békédre, akkor nem lesz miből adni. Kiakadt leszel, fáradt leszel, lestrapált leszel, és akkor mit tudsz adni? Mennyire tudsz figyelmet adni, ha neked sincs? Nem nagyon jól. Ugyanígy a saját magadra szánt időbe beletartozik a szépséged, igen, 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 lányok, a kozmetika, a fodrász, a ruha, az fontos. A lelki épülésre szánt idő, a továbbképzésre, tanfolyamokra szánt idő, amire a lelked épülése miatt fontos, vagy éppen a hobbiaid miatt fontos. Igenis, a férfiaknak fontos, hogy elmenjenek az ökörkörbe, vagy elmenjenek focizni a srácokkal, vagy rúgják a bőrt a haverokkal, vagy elmenjenek horgászni. Ez nekik nagyon fontos. A lányoknak, hölgyeknek nagyon fontos, hogy csacsogjanak a barátnőkkel, meg lehet váltani a világot egy pohár, nagy pohár kapucsinó mellett. Ez igenis a lelkünk miatt fontos. Tehát mennyi időd van magadra, ilyen haszontalanságokra? Lehet, hogy semennyi, és ez aggasztó. Szóval szánj magadra időt, mert adni is csak akkor tudsz, ha van miből. És végül a hetedik, hogy kire fordítod az idődet. Kire, mire fordítod az idődet? Figyelj, csak egy életed van, és az egy élet nagyon értékes. Mármint egyszerre egy, ez biztos. És ez nagyon értékes. Az a napod, ami eltelt, az a napod nem fog még egyszer visszajönni. Az eltelt. És sajnos fogy. Tehát nem tart örökké. Tehát nem mindegy, hogy mennyire élsz minőségi életet. És a minőségi életet nagyon nagyban meghatározza, hogy kikkel tartasz kapcsolatot, és milyen szintű kapcsolatot tartasz. Elején kellett volna elmondanom a kockázat és mellékhatást. Ez nem egy könnyű téma. De remélem, hogy hasznotokra válik, mert próbálom nagyon gyakorlatilag elmondani. De emberi kapcsolatok a következő. A térről, időről beszéltem, mind kettőről elmondtam pár dolgot, 7 tippet így nagyon röviden, és rátérnék erre a következő témára, és ránéztem az órára, hogy az emberi kapcsolataink minőségére és rendezésére is igenis figyelmet kell fordítani, és ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Alapvetően ugye vannak azok az emberi kapcsolataink, amik jók, előrevívők, építőek, kölcsönösen támogatóak. Ezekkel nincs gond, ezeket ápolni kell, sajnos nem a árokpart szélén nőnek. Ha nem szánsz időt a barátaidra, akkor ne lepődj meg, hogy idővel lelépnek, eltűnnek, és nagyon ciki 10 év után kotorászni a barátnő után, mondjuk egy válláskor, hogy hát hova is lett a Piri, a Kati, a Marika, mert ugye 10 évig nem foglalkoztunk Piri, Kati, Marikával, mert addig ugye a férjünkkel ment a lamúr, meg a balhé, de hát a válás után az ember ott marad magára, és ilyenkor kotorászunk a régi barátnők után, nagyon kínos. Tehát ne szakítsd meg a régi működő kapcsolataidat, akkor sem, ha éppen full szerelmes vagy, mert nagyon nagy szükséged van barátokra. Tehát a párkapcsolat az nem helyettesíti be a teljes baráti körödet. Mert az nem ugyanaz. Tehát nem ugyanaz a minőség. Ugye hányszor előfordul, hogy van egy nagyon jó barátnőd, és egyszer csak bepasizik, és hús eltűnik, mint a szürke szamára ködben, mennyire rosszul érzed magad, ha lecseréltek hirtelen. Ugye? Nagyon kínos. Tehát ne csináld. Tartsd fenn a baráti körödet továbbra is. Tehát nem ezekről akarok beszélni, hanem a problémákról, a problémás emberi kapcsolatokról, és ezeket én 4 kategóriába soroltam, hát a problémásokat, attól függően, hogy mekkora a probléma, enyhe, közepes, veszélyes, illetve kifejezetten ellenség szintű emberi kapcsolatokra. Enyhe, kicsit stresszkeltő, tehát éppen csak egy picit idegesítő ember viselkedésekről, esetleg típusokról mondanék pár szót. Ilyen például az, akinek folyton lelkityúk szemei vannak. Állandóan ilyen tojástáncot kell körülötte járnod, mert nem tudod, hogy mitől fog megsértődni. Éppen milyen színű bugyi van rajta. Ugye? Tehát nem lehet tudni, hogy milyen lelki tyúk szemére fogsz rátaposni, mindig tele van világfájdalommal, ő a meg nem értett művész, ő a dráma királynő, vagy a dráma királyfi, az legalább ilyen kínos. Állandóan van valami habzás körülötte, nagyon kis színes egyéniség, de rohadt fárasztó. Aztán a másik ilyen az elmemozis,
aki tulajdonképpen nem rád reagál, hanem a fejébe levő mozikra. Ugye klasszikus vicc, a nyuszika porszívója, mindenki ismeri nyuszika porszívójának viccét, úgyhogy már nem mondanám el, de ilyen emberrel is biztos, hogy találkozunk elég sokszor, hogy így mondasz neki valamit, és valami tök másra válaszol. Tehát mit tudom én, most, bocs, megszólítasz valakit az utcán, hogy elnézést, hol van a Dembinski utca, és az illető azt válaszolja, hogy nem veszek semmit, nem adok pénzt. Na, ember, ki kért tőled pénzt? Azt kérdeztem, hol van a Dembinski utca. Tehát valami mozi van a fejébe, azt hiszi, hogy mondjuk kéregető vagy hittérítő, vagy kóbor árus, arra reagál, és nem arra, amit te effektív kérdeztél. Ugye, mennyire fárasztó már ez is. Aztán van a jó szándékú kritikus, aki úgy gondolja, hogy nevelő-oktató célzattal téged át kell egy kicsit konfigurálni, tehát beleszól a dolgaidba. Mert jó szándékú, egyébként tényleg jó szándékú, tehát nincs ezzel baj, csak rohadt idegesítő. Mindent jobban tud, okoskodik, kijavít, beleszól, és mindezt a te érdekedben teszi, egészen addig, amíg egy lapos serpenyővel, hát laposra nem páholod, türelmed elfogytán az illetőt. Mert valljuk be, ez iszonyú fárasztó, ez a folyamatos okoskodás, kijavítás, beleszólás. Tehát az, amikor, mit tudom én, elmosogatsz, és rámutat, hogy ott még van egy kis zsírfolt, anyád. Szóval ismerjük ezt a fajtát, de tök jó szándékú, csak barom idegesítő, mert mindent jobban tud. Idegenvezetők réme az ilyen utas, mert mondja szerencsétlen csóri idegenvezető, hogy az Obelix 43 méter magas, és okos tojás szólni fog, hogy nem, 42,57 centi. Ja, és ez marhára fontos volt elmondani. Tehát ők a picit idegesítő emberek. Igazából a lényeg, hogy nem rád reagál egyik sem, hanem a saját fejében levő képekre és gondolatokra. Mi a megoldás velük kapcsolatban? Az, hogy neved magadra. Neved magadra, ne sértődj meg rajta, ő ilyen, így működik, hagyni kell. Nem tudsz rajta különösebben változtatni. Picit idegesítő, de tulajdonképpen hiba határon belül van. Következő az a közepes súlyosságú problémás emberek. Na, ővelük már többször lehet találkozni, akár a pszichológiai, pszichiátriai szakrendeléseken is. De egyik ilyen a manipulátor. A manipulátor típusú ember nagyon ügyesen nyomkodja a gombjaidat, és eléri, hogy te önként megcsináld azt, amit ő akarta, hogy te megcsinálj, de nem megkért rá, hanem így megpróbált így hátulról. Ugye ilyen az a gyerek, aki a fagyizó előtt úgy nagyon elfárad. Jaj, úgy leülnék, és persze mindig a fagyizó előtt, nyilván, tehát ilyenkor arra játszik, hogy igazából be akar menni a cukrászdába, és ott akar pihenni. De hát szülők ezt sokszor beveszik, és akkor a haldoklóhattyút megetetik fagyival. De nem mondja meg, hogy fagyit akar enni, hanem így előadja a haldoklóhattyút. Ez a manipulátor. Ez természetesen tanult viselkedés, és természetesen akkor ég be, és akkor válik szokássá, hogyha a szülőknek alá dolgoznak, tehát ha bedőlnek a manipulációnak. Egy felnőtt korra így marad, akkor meglehetősen kínos. Ez a miért nem lehet őszintén elmondani, hogy mit akarsz? Ugye? Mennyire bosszantó egy pár kapcsolatban, amikor valaki így mondja, hogy Jaj, jó lenne egy sört. De nem azt mondja, hogy ígyunk egy sört, hanem azt mondja, hogy te jó lenne, ha. Tehát így el akarja érni, hogy te kínáld meg egy sörre, de nem mondja, hanem így érezd, hogy neked meg kell őt kínálni sörrel, mert ő annyira óhatja. Fú. Na, szóval ez a manipulátor, de ennek nyilván egészen súlyos változatai is vannak. Aztán az igendéző ember. Mondod neki a tippjeidet, hogy mit kéne máshogy esetleg, mert kifejezetten kérte a tanácsodat, és mondod, és mondja, hogy hát igen, de... Ezt mondasz egy másikat, hát igen, gondoltam már rá, de... Tehát magyarul a végén azt éled át, hogy tehetetlen vagy, és ez a célja a szerencsétlennek, mert hogy ő is tehetetlen, és azt akarja, hogy ne legyen ebben egyedül, tehát leszel szíves vele együtt tehetetlennek lenni, hiszen az ő problémája egy annyira nagy probléma, hogy nem lehet megoldani. Ő már mindent megpróbált. Ugye ez is egy dráma, egy játszma, az igendézésnek a játszmája. Vigyázz, mert lehet, hogy te saját magaddal játszod ezt. Kitalálsz valamit, és lebeszéled magad róla. Igen, de ez már öreg vagyok. Igen, de a mi családunkban ez nem szokás. Igen, de hát mi lesz, ha elrontom? Igen, de... Ugye? Megvan? Ilyen öreg kövér valaki már miért, hogy elmenjen táncolni? Ilyen ebben a korban már minek ülnék be nyelvet tanulni, stb. Ugye lebeszéled magadról, tehát az ötleteidről, igendézés, tehát tud a ellenség beépített lenni. A fejedben van. Aztán a lankasztó típusú emberek. A lankasztókról egyszer csináltam egy kis videót, azt nagyon szeretitek, fönn van a neten. Ezek azok az emberek, akik elveszik az örömödet. Tehát mondasz valamit tök lelkesen, és akkor azonnal jön valami hervasztó beszólás. Például az, hogy képzeld, elutazunk a tengerhez, így mondod neki nagy örömmel, és azt mondja, hogy és tudod, hogy a tengerben egy Európa méretű szemétsziget úszkál? Valami ilyesmit be fog szólni. Tehát azonnal viszi el az örömödet, a lelkesedésedet. Tök mindegy, mit mondasz, ő neki lesz valami lehúzó kommentje a dologhoz. Igazi álomrablók. Esetleg érdemes lehet ezt a videót megnézni.
Aztán a kodependens, vagyis a társfüggő ember. Ő is a közepes lélekromboló közé tartozik. Első látásra nagyon szimpatikus, hiszen ragaszkodik hozzád. Hogyan tudnék élni nélküled? Ugye? Magától nem is életképes. Úgy nő föl rád, mint a folyondár a tölgyfára. Tehát, na most ez nem szerelem, ez nem szeretet, ez függés, ez dependencia. És amikor ez elkezd kölcsönös lenni, azt hívják úgy, hogy kodependencia, kölcsönös függőség. Ez egy 100 évig tartó párkapcsolat vagy baráti kapcsolat lehet egészen addig, amíg az egyik fél el nem kezd fejlődni. Abban a pillanatban a másik, ugye folyondár elv miatt, ugye kidőlt alul a tölgyfa, elkezd drámázni, és ilyenkor az ilyen, jönnek ezek a szakítási drámák, hogy még mindig azt várom, hogy fölhívjon a Józsi, pedig a Józsi már 2 éve megmondta, hogy vége, de még mindig a Józsiról álmodok, és akkor így szenved, meg vergődik a saját vérébe. Ez nyilvánvalóan nem szerelem volt, ez egy függés volt. Szóval ismerjük szerintem mindannyian, kodependencia, hogy megint egy külön téma lehetne, szerintem lehet, hogy lesz is, hogyha szeretnétek. Aztán a passzív-agresszív. Passzív-agresszív az a barát, akinek kölcsönadsz valamit, és mindig elrontva adja vissza, vagy nem adja vissza. Aki örökösen késik, aki megígér valamit, és aztán jól nem tartja be, és lehetőleg az akció előtt fél nappal mondja le, hogy ő mégse. Tehát, jaj, hát igen, hát jelentkeztem a futásváltóba, de hát igazából nem edzettem, és nem érzem magam felkészültnek, hát én nem jövök. És akkor a futóverseny előtt 4 nappal kell valakit keresni, hogy fussom az illető helyet, mert ugye a váltó az úgy váltó, hogy x ember kell hozzá. Tehát ez a passzív-agresszív, ez igazából kicseszik veled. És hát ezt csinálja, elnézést, kivabrál veled, cserben hagy, hülyének érzed magad miatta, de hát ő annyira jó barát, és annyira cuki, és egyébként annyira meg lehet neki bocsátani, csak figyeld meg, hogy mit csinál. Tehát folyamatosan ideges vagy miatta, az egy jelzésértékű, hogy egy passzív-agresszív figurával botlottál, aki nem teljesen jó szándékú. Sajnos. És aztán a nettó élősdi is ide tartozik, az a haverod, akit mindig ki kell húzni a bajból, aki mindig kölcsönkér, akit el kell tartani. Döbbenet mennyiség olyan párkapcsolatról hallok mostanában, ahol a pár egyik tagja, tök mindegy, melyik a férfi vagy a nő, abban a pillanatban, hogy összejön a pár, egyszer csak elkezd nem dolgozni. Egyszer csak otthon marad, és már csak gépezik, mondjuk. És a másik, az meg éveken keresztül eltartja kedves aranyos élősködőnket, mert hát szegény, hát nem talál munkát. Az egy dolog, hogy nem is keres, de ezzel így el lehet lébecolni évekig. Más kérdés, hogy ez megint nem szerelem, megint nem segítés, megint nem támogatás, hanem az, hogy adott esetben eltartasz egy felnőtt embert, ami nem helyes, senki számára sem az. Na most mi a megoldás ezeknek a közepes, súlyosságú problémagenerátor embereknek a kezelésében? A határok felállítása és annak betartatása. Tehát magyarul kitalálod a saját játékszabályaidat, mit engedsz meg és mit nem. Hogy tolerálod például a késést? Hogy tolerálod az ígéretben nem tartását? Mit kezdesz az olyan emberrel, aki mondjuk elrontja folyamatosan azt a dolgot, amit kölcsönadtál neki? Mondjuk elviszed a tárgyat a szervizbe, utána az illetőnek azt mondod, hogy figyelj, a javítás 20 000 forint volt, fizest ki. Nagyon el fog szontyolódni az illető. És lehet, hogy többet nem fog tőled kölcsönkérni semmit sem, amivel egyébként te csak jól jársz. Szóval le lehet ezeket az embereket építeni úgy, hogy szigorú határokat szabsz és betartatod őket, ettől általában lepattannak, vagy ha nem, akkor megfejlődik azt, amit meg kell fejlődni. A közepes szinten problémás emberek azért sokszor fejlődőképesek, tehát őket nevesd el az életedből. Nagyon sokszor az élősdi igenis megtanul dolgozni, hogyha egyszer csak már nem etetik. Igenis a kodependens idővel le tud válni a függése tárgyáról, és talán a hervasztó ember is rájön, hogy jobb lenne a saját dolgaival foglalkozna. Igen ám, de jön a következő kategória, kimondottan veszélyes emberek, akiben az a közös, hogy őket nem tudod megjavítani. Sajnos, mert annyira a saját világukban élnek, és annyira a saját játszmájukat játsszák, hogy rád nem is emberként és érző lényként tekintenek, hanem tárgyként. És ez nagyon veszélyes. Szeszélyeik játékszerévé válsz. Őket nagyon sokszor pszichológiai könyvekben találod meg ilyen leírás szinten, de óva intek mindenkit a címkézéstől. Tehát lehet, hogy valamelyik viselkedésben ráismersz a párodra, a barátnődre, egy ismerősödre, de ne ragazd rá, hogy ő egy skizofrén, egy pszichopata, egy narcisztikus. Akkor sem, ha egyébként a, mit tudom én, nőivonal.com-on azt olvastad, hogy ilyenek a narcisztikus emberek is. Jaj, hát tényleg a Józsi egy ilyen. Lehet, hogy ilyen, de ne ragasszunk egymásra címkéket, ez fontos. De egyszerűen csak vedd észre, hogy a másik mit csinál. Apropó, ha már itt tartunk, egy kis könyvajánló. Az egyik Robert R. Sutton könyve, ennek az a címe, hogy Kis seggfej kalauz. Tényleg ez a címe,
kis seggfej kalauz. Nagyon jó dolgok vannak benne, felismerni azokat az embereket, akik hát nettó stresszkeltőek az életedben. És mutatnék egy másik könyvet is, ez pedig Joe Navarro-nak a Veszélyes Személyiségek című könyve. Joe Navarro könyvében az a különlegesség, hogy ezt nem egy pszichológus írta, vagy egy szociológus, hanem egy FBI nyomozó, aki a napi munkája során elég sok tényleg veszélyes személyiséggel találkozott. Na nézzünk néhányat ezek közül, akinek a szemében te egy tárgy vagy, tehát ekként is bánik veled. Ilyen az, aki csak magával foglalkozik, ilyen a guru, a szupermester, kócs, a fősámán, a legfőbb Jedi, a szektavezér, tehát mindenféle olyan ember, akit ugye egyébként narcisztikusnak szokás nevezni, aki azt mondja, nekem mindenki a tükröm. Ugye az egész univerzum az ő rohadt egójának a tükre. Mert mindenki csak úgy kezel, mint egy tükörképet, és nem önálló, szabad lényként. Vigyázz, nagyon veszélyesek. Aztán a érzelmileg labilis, aki az egyszerűen kicsit hisztis cukibogárhoz képest, egy veszélyesen kiszámíthatatlanul labilis figura, mondhatni kiborító, 9 esetben tök cuki, a 10. esetben kijön belőle az ördög. Elnézést a fogalmazásért, nem szó szerint gondolom, hanem egyszer csak így nézett, hogy ezt elvitték az UFO-k, és ezt hagyták itt helyette, vagy ez így hogy? Tehát ilyen hirtelen nagyon kiszámíthatatlanul változik át angyalkából ördög kévé, és ilyen emberre is találkoztunk már jó néhányszor. Általában arról lehet fölismerni őket, hogy nem nagyon népszerűek. És hát igen, mert elmarják maguk körül a segítőkész jó szándékú embereket. Tehát amikor találkozol valakivel, aki kifinomult, értékes, tehetséges, csodálatos, szép, és mégse szereti senki, akkor fogjál gyanút, ennek oka van. Tehát lehet, hogy oda édesget magához a kedves dolgaival, találkoztam ilyennel már jó néhányal, majd amikor már gyanútlan vagy, akkor gyorsan elharapja a torkodat. És ezt nem viccességből mondom, nagyon csúnyán tudnak támadni. Ha éppen rossz paszban vannak, vagy a hep rájuk jön, a hoppári rájuk jön. Sajnos van ilyen. Most nem akarok megint csak ilyen pszichológiai szakszavakat mondani, de van ezekből néhány olyan, aki, hát akiről tudjuk, hogy nem teljesen egészséges. Egyébként ezen a szinten már ezek az emberek nem teljesen egészségesek. Ilyen a paranoid is, akinek olyan félelmei vannak, amik átveszik fölötte az uralmat. Ő rettenetesen bizalmatlan, mindenkit ellenségnek lát, igen, téged is. Egészen addig, amíg hasznára vagy, addig nincs veled baja, de onnantól kezdve, hogy te egy potenciális, teszem azt, Covid ragály forrása változtál, mert mondjuk elmerészeltél menni egy rendezvényre, és hiába volt rajtad maszk, hőmérő, nem tudom mi minden, de te elmondod, hogy te elmentél kirándulni, és felszálltál egy vonatra, teszem azt, micsoda fertő egy vonat, na onnantól te a potenciális életveszély vagy az ő számára. Tehát ez a elképesztően túlreagált félelem, ez néha már nem egészséges szintű, és amikor ez ilyen támadóvá és agresszívvá válik, tehát félelmében támad valaki, nézzétek meg a közösségi médiát, hány ilyen van, hogy a 5G-től kezdve a chemtrailig mennyiféle ilyen fura dologot tudnak felsorakoztatni, mikrocsip van a maszkokban, mert mit, elképesztő, hogy mennyiféle dolog van. Én nem mondom, hogy ezek igaz vagy nem igaz dolgok, mit tudhatom én egyszerű emberként, besugároznak-e bennünket a Marsról, mit tudom én. De így élni nem lehet folyamatos paranójában, és úgy, hogy ellenség a világ. Mindenki ellenség. Te is. Aztán a következő, ami talán a legsúlyosabb ebből, az a én úgy hívom, hogy a hidegszeműek. A hidegszemű, aki teljesen gátlástalanul gyalogol át bárkin. Egyébként ők is nagyon sármos, cuki, látszólag szerethető, gyakran nagyon intelligens és értékes ember benyomását keltik elsőre, és gyakran azok is, csak egy baj van belük, hogy hiányzik belőlük az empátia, az együttérzés. Az, hogy emberi lényként bánjanak veled, nagyon tudják az érdekeiket, sokszor felső vezető beosztásban találjuk őket, öltönyben szaladgálnak föl alá, csak igazából az emberség hiányzik belőlük. Egyszer voltam állatkertben, és hosszan szemeztem egy kajmánnal. Ez egy ilyen krokodilféle állat, nagyon szép zöld szeme van, rezzenetlenül tud nézni. Hosszan farkas szemet néztem ezzel a ragadozó hüllővel, mert elképesztő volt a tekintete, az a jéghideg, kristálytiszta intelligencia, teljesen érzelemmentesen, amivel ő éberen nézett rám, én pedig ő rá vissza. Igyekeztem megjegyezni ezt a tekintetet. És nagyon hasznos lett ez a tekintet a számomra, mert később, nem sokkal később, Párizsban egy buszon egyszer csak megláttam ugyanezt ezt a hüllő tekintetet valakin, ezt az éber, intelligens és érzelemmentes nézést, és az illető zsebtolvaj volt. Tehát már nézéséből ki lehetett szúrni, hogy ez zsákmánynak tekint. Ez most éppen vadászik, mint a kajmán. Tehát figyeld meg ezt a tekintetet, ezt a ragadozó tekintetet, mert a szem nem hazudik. Tehát lehet az arcot sminkelni, lehet a szemet mindenféle kipampillázni, de aki kinéz a szemen, azt nem lehet lecsalni. Szóval ezek a hidegszeműek. Én most nem mondom, hogy pszichopata, mert nem akarok senkit címkézni, de az is egy ilyen kategória.
És végül a negyedik, a legsúlyosabb kategória az ellenség. A veszélyes személyiségek azok tárgyként kezeltek téged, viszont alapvetően saját magukkal foglalkoztak és nem veled. A veszélyes személyiségeken túli az ellenség, aki viszont veled foglalkozik, és rossz akaratú. Azok, akik az ilyen videókat szokták nézni, mint amilyen ez is, azok többnyire olyan emberek, akik foglalkoznak a lelkükkel, esetleg valamilyen ezotériával is. Jó szándékú, szeretetreméltó, empatikus lények. Ha te is ilyen vagy, akkor tudd meg, hogy a rizikócsoportba tartozol. Ezek az emberek azért könnyen áldozattá válhatnak, mert nem hisznek abban, hogy ilyen van. Tehát nem hisznek olyanban, hogy van ellenség. Úgy gondolják, hogy minden ember alapvetően jó, minden ember alapvetően fejlődőképes, felvilágosítással és a szeretet megváltó erejével lehet rajta segíteni. Én azt mondom, hogy lehet megpróbálni, de vigyázz, mert nem biztos, hogy sikerülni fog. Sajnos van ilyen, aki egyszerűen tényleg ellenségnek fog téged tekinteni. Kétféle ellenség van, a külső és a belső, amelyik látszik, meg amelyik nem látszik. Vigyázz, mert van olyan, hogy belső ellenség, ez lehet, hogy a fejedben van, és lehet, hogy saját magad legnagyobb ellensége vagy. Tudd meg, hogy ezek a hangok, amik belül téged rombolnak, és magadnak szoktad mondogatni, jaj, de hülye vagyok, tiszta hülye vagyok, nem igaz, hogy ilyen lúzer vagyok, ugye? Hát egy barátoddal nem beszélnél így. Így egy ellenség beszél veled. Szóval tudd meg, hogy ezek a hangok a múltból jönnek, és nem vagy semmi közük a jelenhez. Ez a valahol magnót nyeltél, ez valaki mondta neked, és te most visszajátszod. Figyeld meg, hogyha titokzatos balesetek érnek. Sorozatban az életed nem prosperális fölfelé megy, hanem ilyen balsorsok érnek egyik a másik után. Vedd észre, hogy kikkel vagy körülvéve, mert lehet, hogy valaki áskálódik konkrétan. Tehát van valami titokzatos rejtett ellenséged, aki szembe mosolyog, hátad mögött pedig igyekszik keresztbe tenni. Nagyon nehéz megúszni, a legtöbb embernek van ilyen, és hát mit lehet velük tenni? Egy lehetőség van, hogy minél jobban lecsökkented velük az érintkezést. Ez ciki, mert lehet, hogy az illető családtag. Lehet, hogy az illető, aki nettó ellenséged, ilyen meghitt ellenséged, az valaki, aki közel áll hozzád. Ilyenkor egy bizonyos határszabás, és tényleg az együtt töltött idő, és egymásra fordított figyelem limitálása, az szó szerint életmentő lehet. Nagyon szomorú dolog, nagyon kegyetlen dolog, tényleg bele lehet halni. Öngyilkosságok mögött is nem ritkán van egy ilyen valaki, aki ezt ebbe belekergette. Vagy mindenki ismeri Otello történetét, Otello is Desdemona, hogy gyilkosság lett, mert a jágó háttérből ezt szította. Ugye? Tehát sajnos előfordul, hogy ilyen van. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy életedben egy a bal sors jön, úgymond el vagy átkozva, ugye, akkor nem, egyáltalán nem biztos, hogy tényleg elátkoztak, csak lehet, hogy van ott valaki, aki téged fúr. Azonosítsd a szemét, és amennyire csak lehet, próbáld tőle elhatárolódni. Életmentő tud lenni. Tehát ne hidd el, hogy a szeretet majd őt megváltoztatja, ne hidd el, hogy ha te mosolyogsz rá, akkor majd ő vissza fog mosolyogni, ne hidd el, hogy ha te jó vagy vele, akkor ő meg fog javulni. Az emberiségnek 1-2% az lehet, hogy bele tud esni ebbe a kategória. A többi 99 jó fej és fejlődőképes. De erről az 1-2-ről tudnod kell, hogy sajnos létezik, és nem fog attól megjavulni, hogy te szereted. Fű. Szóval ezért tudnak az ilyen jó lelkű, szeretetteli, akár ezoterikus, tényleg lélekben erős emberek könnyen áldozatul esni, mert nem hisznek a szemüknek. Mit tegyél? Figyeld meg, hogy mi az, ami történik. A tényekre figyelj. Mi az, amit a másik csinál, és az el fogja árulni, hogy jó szándékú vagy rossz szándékú az illető. Az előző kategóriák nem voltak rossz szándékúak, csak fárasztóak voltak és hülyék. Ezek viszont rossz szándékúak. Ezeket ki kell szűrni, ha ilyennel találkoznál. Nem sok lesz belőle, de ha van ilyen, akkor nagyon óvatosnak kell lenni vele. De ne hidd el, hogy cuki aranyos, mert nem az. És nézzünk 7 irányelvet erre is. Hát tényleg nem akarok, hogy senki áldozattá váljon, szeretet meg a megmentés nevében, mert sajnos ez nem lenne jó üzlet. Szóval 7 rövid tippet. Ha rosszul érzed magad valakinek a társaságában, az nem véletlen. Jó? Ez egy intőjel. A második, hogy legyenek épeszű barátaid. Ne szigetelődjél el, ne mondd azt, hogy innentől kezdve senkiben nem bízok, ugye, mert valakiben csalódtál, hanem igenis kapcsolódj, és lehetőleg épeszű emberekkel kapcsolódj, akik veled kapcsolatban jó szándékúak. Nagyon-nagyon fontos. Legyenek támogatóik, legyen emberekből lévő élősövényed, amelyik megvéd, vagy ilyen gumihálód, amiben ha ugrasz és leesnél, akkor elkapjanak. Szóval legyenek barátaid. Aztán a harmadik, legyenek játékszabályod, hogy mit tűrsz el, és mit nem tűrsz el. Jó? Mire van zéró tolerancia, mi az, amit elnézek, és mi az, aminek örülök. Ezt tisztázd magaddal, és tartsd be, és kommunikáld, tehát nem árt, ha a másik tudja, hogy meddig mehet el nálod. Aztán a negyedik,
Tudd, hogy mik a gyenge pontjaid, mert a problémás emberek erre rá fognak röpülni. Egyébként onnan fogod tudni, hogy mik a gyenge pontjaid, mert arra röpülnek rá. Lehet, hogy a szeretetészséged, lehet, hogy az összetartozás iránti vágyad, lehet, hogy a jó szex, az összebújás, az érintésnek a reménye fog bele sodorni egy hülye helyzetbe. Lehet, hogy az, hogy neked fontos, hogy rád lehet számítani, hogy te megbízható vagy, ergo tele fognak terhelni munkával, mert úgyse mondasz nemet, ugye? Vagy az, hogy te olyan erős vagy, ugye mennyire hízelgő már. Légy óvatos, amikor valaki benyal. Tehát tényleg, de lehet, hogy akar valamit, nem vicc. Amikor ez a csak benned bízom, hoho, ez nyomja meg nálad a vészjelzőt, mert nehogy már csak benned bízzon. Tehát ez egónak nagyon hízelgő, de ez ilyen készátverés, tehát ennek ne dőjél be. Ötödik, ne hagyd magad bántani, akkor se, ha szereted az illetőt. Lehet szeretni őt úgy is, hogy leállítod. Jó, ez fontos. A szeretet nem azt jelenti, hogy mindent eltűrünk. Azt jelenti, hogy nagyon szeretem, de nem hagyom, hogy bántson, és nem hagyom, hogy a szeretteimet bántsa, és nem hagyom, hogy a számomra fontos, értékes dolgokat bántsa. Tehát a kutyámat se verheti meg, jó? Tehát ezt, a gyerekemet meg pláne nem. Tehát ezt tisztázni kell már az elején, hogy a zéró tolerancia. Aztán a hatodik, hogy ne hagyd magad zsarolni. Amikor meghúzod a határaidat, elkezdesz nemet mondani, akkor ez nagyon sok mindenkinek nem fog tetszeni, mert elkényeztetted őket, nem ehhez vannak szokva. Egyszer csak már nem vagy egy kiapadhatatlan szolgáltatás forrása számukra, meg fognak sértődni. Jaj, hát nem erre számítottam. Hát milyen barát az ilyen? Azt hittem, hogy számíthatok rá. Szóval be fognak indulni ezek az érzelmi zsarolós játszmák. A lényeg, hogy kedvesen most fogok mondani, hogy akkor se. Tehát, hogy nem, köszönöm szépen, nem. Vagy rá fog jönni, hogy nálad most már változtak a játékszabályok, vagy lepattan, és nem vesztettél vele semmit. Tehát ettől ne félj. És aztán a hetedik, hogy töltődj. Ez nagyon fontos. Ma is voltak nálam egyéni konzultáción hárman, és ebből háromból háromnál kiderült, hogy nem szám magára időt, nem töltődik föl, föláldozza magát másokért, ilyen-olyan, egyébként szeretet alapú, csak teljesen félreértett belső tudattalan fogadalmak miatt, tehát nem töltődik fel, energiavesztett. Na most az energiavesztett ember, aki gyenge, aki fáradt, az könnyen manipulálható, könnyen irányítható. És a stressz az nagyon, nagyon ilyen. Szétszórtá tesz bennünket, manipulálhatóvá tesz bennünket, tehát a médiát például érdemes csökkenteni, iszonyatos frusztráló. Egyébként pedig töltődj, nagyon-nagyon fontos. Kapcsolódj, legyenek barátaid, legyen kikapcsolódásod, igenis megérdemled, hogy legyenek örömforrásaid, igenis menj el este táncolni, menjél el az agyagozós szakkörbe, igenis menjél el a haverokkal focizni, ha neked az a kell a kikapcsolódáshoz. Semmiképp se áldozd föl magad, a hősi halott, az nem buli, jó? Az holta után kap szobrot meg emléktáblát, de te most élsz, jó? Tehát ne játsszál a család, vagy a munkahely, vagy a nem tudom mi hősi halotti pozíciójára, egyszerűen nem éri meg. És végül, ez igazán már a feketőves pálya lesz, hogy hozzál ki valami jót a tapasztalataidból, ugyanis mindenki belefutott élete során ilyen stresszkeltő emberekbe, sokszor napi szinten belefutunk ezekbe, szóval meg kell tanulni őket kezelni, és ha megtanulod őket kezelni, akkor te saját életed az rakétaként fog fölfelé menni. Ha egy ilyen lankasztó, hervasztó, lélekrákcsáló embert sikerül megfelelő távolságban tartanod, mert meghúztad a határaidat, figyeld meg, hogy az életed az rakétaként fog fölfelé menni. Energiában, pénzben, magabiztosságban, önbizalomban, az életed összes területén, még lehet, hogy egészségileg is, fölfelé fogsz menni, mert eddig lehúzott az illető. És nem vetted észre, olyan megszokott volt, de vedd észre. Úgyhogy a szamár meséjével zárnám, ha le nem merül a telefonom, mert már le akar merülni. Körülbelül ennyit bír szegény. Szóval egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni, hogy mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg, és a kutat úgyis ideje már betemetni. Nem éri meg kihúzni ezt az öreg szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek, mindegyik lapátot fogott, és elkezdtek földet lapátolni az élő szamárra a kútba. Szörnyű. A szamár megértette, mi történik, és először rémülten üvöltött. Aztán mindenki csodálatára megnyugodott. Pár lapáttal később a paraszt lenézett a kútba, s meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami csodálatosat csinál. Lerázza magáról a földet, s egy lépéssel följebb mászik. Ahogy a paraszt, s a szomszédai tovább lapátolták a földet a szamárra, az lerázta magáról, s egyre feljebb jutott, samarosan mindenki ámult, hogy a szamár átlépett a kút peremén, s boldogan elsétált. Szóval az élet mindenfajta szemetet és földet fog rád lapátolni, mindenféle stresszt. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról is tégy egy lépést. Minden probléma egy lehetőség a tovább lépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel, és nem állsz meg. Szóval rázd meg magad, s lépj egyet feljebb. Vagy mi a királynő technikája, ha megbotlik. Koronát igazít, tovább megy.
Tehát érdemes tanulni abból, ami történik velünk, emberi tapasztalatok terén, mert hatalmas stressztől tudsz megszabadulni, hogyha rendbe teszed az emberi kapcsolataidat. Jó? A kertésznek sem kötelessége a kártevőt dédelgetni, vagy a gyomot locsolgatni. Az bizony kihúzza a gyomot, eltávolítja a kártevőt, hogy értékes gyümölcsöket teremjen a fája, és csodálatos zöldségek és virágok legyenek az ő kertjében. Neked sem kell az életed kertjében kártevőket ápolgatnod, meg ilyen mindenféle haszontalan és kártevő figurákat ott a köreidben megtartanod, hanem legyen már a te életed fontos. Minden napod fontos. Nincs másik. Nem mindegy, hogy ezt az egyszerre egy életünket milyen színvonalon éljük. Mennyire vagy boldog, felszabadult, vagy mennyire hagyod magad lehúzni. Úgyhogy csökkentsük a stresszt az életünkben, tégy rendet az életedben, fizikai szinten, tehát a lakásodban, erről szól a feng shui, és én elég sokszor beszélek is erről. Tégy rendet az időbeosztásodban, tehát káoszt csökkenteni. Erre elmondtam 7 irányelvet, és ami a legfontosabb stressz csökkentő dolog, tégy rendet az emberi kapcsolataidban. Azokat ápold, amik virágoznak, amik gyümölcsöt teremnek, mert ezeket kell ápolni. Szóval a barátságaidat ápold, a rokoni kapcsolataidat ápold, azokkal a rokonokkal, akiket szeretsz, mert nem biztos, hogy mindig veled lesznek. És ne az legyen, amit ma is valakit nagy sírva elmondott, hogy még mindig hiányzik az anyukája, mert 1-2-3 száz dolgot soha nem beszéltek meg, és soha nem mondta el neki, hogy mennyire szereti. És nem volt ott, amikor a anyuka már nagyon beteg volt. Szóval ne járj így. Ne kelljen megbánod semmit. Tehát ha most tudsz szeretni valakit, akkor most szeresd. És ne hagyd, hogy élősködjenek rajtad, energiád van. Ne hagyd, hogy káosszá tegyék mások az életedet. Egy életed van, és nagyon fontos. És adni is csak akkor tudsz, ha van miből. Úgyhogy adj magadnak időt a töltődésre, és tégy rendet az életedben. Jó? És hidd el, hogy amit látsz, azt jól látod. El tudod dönteni, hogy ki méltó a bizalmadra, és ki nem. Kiben szabad megbíznod, és kiben nem. Jó? Én hiszek benne, hogy erre képes vagy. Úgyhogy ebben nagyon-nagyon megosztó és nehéz témában köszönöm szépen, hogy meghallgattatok és a figyelmeteket adtátok. Úgyhogy mindenkit puszilok, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és legyen nagyon-nagyon jó napotok, legyen nagyon jó estétek. Úgyhogy a következő videóig is mindenkinek sok sikert kívánok, úgyhogy sziasztok!